Sziasztok, ennek a videónak a témája a részigazság és a teljes igazság közötti viszony. Amint már több videóban mondtam, keresztény katolikus családban nőttem fel, és ezáltal tapasztaltam a család igazságait és Jézus Krisztus igazságait egyszerre. Na most nagyon érdekes volt felnőni, mert minden egyes családnak, minden egyes embernek azért megvannak a saját igazságai. És ahogy szépen növekedtem felfele, 4-5 évesen kezdtem már megérteni az evangéliumot, hittanórára jártam, misére jártunk, és kezdtem megérteni Istennek az igazságait, amennyire egy 4-5 éves gyermek képes erre. És felfedeztem a kis társadalomban, az óvodában, meg mindenütt, hogy vannak bizonyos eltérések. Tehát hallom a misén, mi az, amit a papbácsi mond, olvas a Bibliából, vagy hittanórán mesél, és vannak bizonyos igazságok, amelyek Isten szerint megrengethetetlenül úgy vannak, megingathatatlan igazságok. És ugye, hazamegyek, és látom, hogy a családomnak is vannak saját igazságai, amelyek bizonyos mértékben egyeznek Isten igazságával, most tüsszenteni fogok szerintem. Köszönöm. És bizonyos esetekben nem egyeznek meg Isten igazságával. Figyeltem az óvodatársaimat is, és észrevettem azt, hogy megvannak a saját igazságaik. Irigyeltem bizonyos óvodatársaimat azért, mert precízebbek, meg nyugodtabbak, mint én, mert én relatív lobbanékony gyermek voltam, és olyan kis belemenős, meg ilyenek. És akkor irigyeltem őket, egyiket jobbnak gondoltam, mint önmagamat, másikat rosszabbnak. És ahogy növekedtem felfele, következtek az elemi osztályok, és akkor is láttam, hogy különböző tulajdonságokkal rendelkezünk, és különböző kis igazságokat képviselünk. Egy idő után leszűrtem, hogy minden egyes családnak, és ugyanígy minden embernek megvannak a saját igazságai. És minél inkább hasonlítottam ezeket az igazságokat Isten igazságaihoz, leginkább Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott igazságokhoz, megértettem azt, hogy ezek részigazságok. Mert ott voltak a srácok, akik mondjuk pedánsabbak voltak, mint én, meg rendezettebbek, meg nagyon jól nézett ki a szobájuk, mert olyan szépen rendet csináltak, meg minden, de lehet, hogy nagyon maguknak valóak voltak. Vagy voltak olyan srácok, akiknek olyan nagy szívük volt, hogy hihetetlen, bárkit meg képesek voltak megvédeni, mindenkiért beszálltak, viszont megbízhatatlanok voltak sok esetben, meg kicsapongóak, meg végül is hullámzott az életük, és nem lehetett sok mindent rájuk bízni. Tehát megértettem azt, hogy mindünk különbözőek vagyunk, különböző jó és rossz tulajdonságokkal rendelkezünk, és részigazságokat képviselünk. Na most ezek a részigazságok leginkább a családban megtanult részigazságok, amelyeket édesanyánktól és édesapánktól, meg a nagyszülőktől tanulunk, ez bizonyos szempontból felkészít minket az életre, bizonyos szempontból viszont nem. Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem például ezek nem voltak elegek az élethez. És minél inkább fordultam Isten igazságához, Jézus Krisztushoz, és az ő szavaihoz, az ő igéihez, az ő tanításához, annál inkább jobban mentek a dolgaim. Nagyobb volt a lelki békém, nagyobb volt a lelki nyugalmam, szeretetben voltam képes élni, ezt a szeretetet nyugodt körülmények között tovább is tudtam adni az embertársaimnak, a családom boldog volt, a szüleim örültek, a nagymamám boldog volt mellettem, stb. Minél inkább eltértem ettől az igazságtól, és minél inkább üldöztem a saját igazságomat és a saját vágyaimat, mondjuk így, annál nehezebb volt minden, annál kicsapongóbb lettem, annál inkább egoistább lettem, annál kevesebb szeretetet bírtam gyakorolni, és nagyon rámenősen mentem azokra a dolgokra, amire én vágytam. Na most ez több törést is okozott az életembe, amiért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert ilyen helyzetekben két dolgot tudtam tenni. Egy olyan dolgot, ami szintén a részigazságnak a megvalósítása volt, mégpedig a szüleimhez fordultam és elpanaszoltam a dolgokat, és próbáltunk megoldásokat találni,
és egy sokkal jobb és sokkal hatásosabb dologra is rávezetett, Istenhez fordulni. Minél nagyobb volt a törés, és minél nagyobb volt az eltérés Isten igazságától, minél fájdalmasabb volt a következménye annak, hogy eltértem Isten igazságától, annál szuperebb volt visszatérni Isten igazságához. Na most így történt az, hogy az életem egy adott szakaszán ténylegesen az legelső laptól a legutolsó lapig elolvastam a Bibliát. Évekbe tellett igazából, mert nem úgy olvastam át, mint egy regényt, hanem tanulmányoztam, és amint látjátok, aláhúzogattam, és kicímkéztem a Bibliámat, stb. Stb. Na most ennek az volt a következménye, hogy az életem radikálisan megváltozott. A szívem, a lelkem és a beállítottságom az élettel szembe, az Istennel való viszonyom és az emberekkel való viszonyom radikálisan megváltozott. És jelenleg is azt tapasztalom meg, hogy minél közelebb vagyok Isten igazságához, amit ő feketén-fehéren világosan elmond, hogy ez így van jól és ez így helyes, annál jobban mennek a dolgaim. Minél inkább eltérek tőle, banális eredményeket kapok, és az életem már megint ugye keszekusza. Tehát 33 éves vagyok, nem jelenti azt, hogy az életem nincs tele kihívásokkal, problémákkal, erőpróbákkal, hitpróbákkal, stb. Stb. Én Istenhez 26 és fél évesen tértem vissza. Ez hány évvel ezelőtt volt? 7-8? Na jó. És nem jelenti azt, hogy mert én mondjuk 7 évvel ezelőtt visszatértem a jó Istenhez, ne lenne tele az életem kihívásokkal és hitpróbákkal, de tele van, de ugyanazt az eredményt kapom meg állandóan. Hogyha Isten igazságához, Jézus Krisztushoz igazítom az életemet, akkor a dolgok rendben vannak, hogyha a részigazságokhoz, a saját kis vágyaimhoz és a saját kis igazságaimhoz folyamodok újra, akkor már megint csak kapok egy középszerű eredményt, vagy egy kifejezetten rossz eredményt. Ennyire egyszerű. Na most alátámasztanám ezt a részigazság és teljes igazság közti viszonyt, vagy témát ezzel az egy igeverssel. Szent János evangéliuma, 14. fejezet, 6. versszak, Jézus azt felelte neki, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az atyához, csak általa. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út és az igazság, ahogy önmaga mondja, és innentől kezdve az én feladatom az, hogy az életemet ehhez az igazsághoz igazítsam, és hiszem azt, hogy akkor mind itt a Földön, az üdvös élet formájában és az életszentség elnyerésében, mint pedig az örök élet megszerzésében, az üdvösségben bízhatok az Úr Jézusban. Isten minket segítsen arra, hogy képesek legyünk a vele való viszonyunkban neki tetsző életet élni Jézus Krisztus igazsága által. Amen.